A Szaki 2000 Alapítvány, a KSC Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium alapította 20 évvel ezelőtt. A napokban tisztújító közgyűlést tartottak, ahol a tagok megköszönték a kuratórium elnökének, Pesti Tiborcnak éveken át tartó végzett lelkiismeretes munkáját, majd Fodor Csabát megválasztották elnöknek. Vele beszélgettünk. Az új összetételű kuratórium is folytatja az alapítvány eddigi céljait, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztő közhasznú tevékenységet. Az alapítvány célja a tanuló ifjúság, tehát az oktatás, a nevelés szinterén közreműködők támogatása, halmozottan hátrányos a tanulók nagy része és azoknak a támogatása minden szinten, gyakorlatilag a kirándulások, a különböző iskolai rendezvények, a egyes esetekben pedig magának az intézménynek a eszköz állományának a gyarapítása is szerepel a célok között. Az elmúlt időszakban bálok szervezésével is lehetőség volt a támogatások újabb gyarapítására, úgyhogy a Szaki 2000 alapítvány sikeres bálokat is szervezett az évek folyamán. Ezeknek a bevételéből pedig mindig, minden évben jelentős beruházások valósulhattak meg. Az elmúlt évben például a kollégiumnak a szoba ajtóknak a cseréjét hajtották végre. Nem csak tisztújítás volt, hanem már a tervekről is beszélgettünk, úgyhogy ennek megfelelően ugye próbálunk lépést tartani a technikával, és egy új beléptető rendszert szeretnénk ide az iskolában megvalósítani, valamint egy kamera rendszer is tervben van. Az oktatási és szakképzési feladatok megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, az iskolai nyelvoktatás fejlesztése, nyelvi labor megvalósítása, a számítástechnikai programok segítése, a külföldi tanulmányok támogatása, a diákok jutalmazása továbbra is a céljaik között szerepel. Mondta el az új elnök, akitől megtudtuk, az új vezetőségben több, az iskolában tanító pedagógus is helyet kapott. Én először is szeretném megköszönni az eddigi alapítványi kuratórium elnökének és tagjainak, hogy több éven keresztül, pontosan az elnökünk, Pesti Tiborc úr, 20 évig volt az alapítványnak az elnöke. Lemondott tisztségéről Kurucz István kuratóriumi tag is, így az új tagság Karsai Lajos rendőrkapitány úrral, Bődi Szilvia ápolási igazgatóval bővült, és a régi tagok közül megmaradt ugye Mihályné Julika, mint gazdaságvezető, Kis Attila titkárként működik tovább, ő iskolánk igazgatóhelyettese, és engem kértek fel a alapítvány elnökének, úgyhogy én viszem majd tovább ezt a tisztséget. Az alapítvány a karcagi ipartestülettel is folytatni kívánja eddigi jó kapcsolatát. Közös jótékony rendezvények szervezése is szerepel a terveik között.